Nem is volt csak 4 euró. Ezért a kávéért. Egyfolytában szelfiznek az emberek, mondják, hogy nézek hátra. Itt Párizsban mondom, még kéne már hátra néznem. Na, kérabba. Dékaz. Jó, most már megiszom. Nem is érek. Hát vannak érdeklődők, az biztos. A torony látogatása 7 euró és 30 euró közötti összegbe kerül. Ahhoz képest azért folyamatosan vannak, hogy hétfő délelőtt van, vagy hétfő reggel. Nagyon komoly érdeklődésre tart számot. Hát ebben a videóban nem ez lesz az egyetlen különlegesség, hiszen egy Mercedes C300-et fogok vezetni. Egy kicsit meggyötröm úgy, ahogy szoktam, kicsit szétcincálom, és ha végeztem, szépen szét lesz bontva ez is úgy, mint a többi. 17 000 kilométer van benne, és eléggé prémium gyanús. Hát én nem fogok 7 eurót előni egy látogatásra, inkább visszamegyek Frankfurtba egy jó levesért. Az AMG felirat az, amit büszkén hirdet a padlószőnyegen a C300 hibridje. Néhány szó, néhány benyomás. 5 embernek szerintem kicsi. Még ugye elő kényelmesen lehet utazni, de ez a középső konzol, ez nagyon nagy helyet foglal el, és ez ugye egész hátra elmegy. Hátul, hogy 3 ember elférjen, az maximum csak úgy, hogyha középen egy kisgyerek ül. Ugye a sebváltója itt van fönt, a Tesla modellhez hasonlóan, ami érdekesség, az ülésfűtést is az ajtóba rakott gombokkal oldja meg. Ahhoz képest, hogy 25 millió forint az autó piaci ára, vagy értéke, elég olcsó, kopogós, ilyen zörgős, nyikorgós műanyagokkal rakták teli az utasterát. Ez szerintem kérdéseket vet fel. A fogyasztását illetően viszont én meg vagyok vele elégedve, 700 km-t megyek, és körülbelül jól is írja ki a számlálója. Nincsen még szétringelve az autóm, így a 17 000 km van benne, meglátjuk.